szuperlapos Walter PPS-ből is kihozták az M2 változatot, ugye az újfajta textúrával, új a szán dizájnja, de egyébként ugyanaz a Glock-szerű előfeszített elsütőszerkezete van. Formailag talán egy kicsit kevésbé modern, mint a PPS-nek az első verziója. Fogása, ha nincs benne a tárakport, annyira nem jó, de egy rendkívül lapos önvédelmi zsebpisztoly. 9-es Luger kaliber. Nekem ez bejött egyébként. Ez az első 45 ACP Walter pisztoly. A PPQ 45. Jó nagy luk van rajta. De egyébként a markolata meglepően jó fogású. A két soros tárhoz bizonyítva. A sütése pedig ugye, mint a többi PPQ-nak is egészen kiváló ebbe a Striker-es mezőnybe. Két teljesen kétkezes a szánakasztó, tárkióda pedig átszerelhető. Azért az üres pezsgős pohár, mert a CZ most mutatta be hivatalosan Európában a Shadow 2 IPSC Production kategóriás sportpisztolyát. Ez alapvetően a régi Shadow kicsi átdizájnolt verziója, látható, hogy a számprofil más lett. Kicsit más a markolat, ugye fém markolat helyek vannak. A tár az 40-es kaliberben 12 plusz 2, 9 mm Luger kaliberben 17 plusz 2 kapacitású. Az irányzék az állítható, a hátsó, az első a száloptikás. Ugye az első szerkezet az DAS-a, egész kellemes. Ugye a biztosítónk az kétkezes, és a tárkiódó az növelt méretű. Tehát a CZ újdonsága a P0722 LR kaliberű plinker, illetve gyakorló kivitele. Ugye ez szabad tömegzáras, a cső az fix, a szán az alumíniumból készült, az egész fegyvernek szinte nincs súlya, gyanítva az ilyen fél kiló alatt van. Ez a tár, ami két sorosnak néz ki, de valójában 22-esből csak egy soros, és 10 lőszer befogadására alkalmas. És egész jó sütése. És ez még tetszik is. Ez kb. 100-szor jobban tetszik, mint ez a sok spiáters szar. Tehát a Sigsauer felújította a P225-öt. Ugye az volt a P6 néven a 70-es évekbeli nagy német rendőrségi tenderek egyik győztese. Ugye az a lényeg ennek, hogy az összes többi ilyen klasszik Siggel ellentétre kivéve a 239-et, ez egy soros táras, tehát 8 lőszeres tár van hozzá, ezáltal nagyon jó a fogása, lapos az egész pisztoly, ugye fa vagy műanyag markolattal is készül, amiben más ugye a régitől, hogy nem derékszögű, szögletes a sátorvasa, és ugye egy darab rozsdamentes acélból van a szánja, nem pedig darabokból összerakva. Nagyon jó fogású, tényleg kurva jó. Nóre Mári! A világ legnagyobb fölöslegessége. Biztos vagyok benne, hogy valamilyen rendvédelmi szerv kibaszott okos parancsnoka így rendelte. Manuális biztosító Sigsauer SP-2022. És a manuális biztosító az, tehát akkor lehet elérni, ha ennyire fogást vált. Tehát kb. Itt kéne lennie egyébként. És ugye teljesen fölösleges, hiszen a fegyveren van fesztelenítő. De legalább kétkezes a fölösleges biztosító. Nagyon szar. Kizárt dolog, mert nem tudom. Tehát az amerikai Kimben az egyik legjelentősebb M1911 gyártó. Senki nem várta volna tőlük, hogy egy revolvert fognak bemutatni. Ez a K6S névre hallgat, aminek az az érdekessége, hogy ez akkora, alig nagyobb, mint egy J-frame 357 magnum, amik ugye 5 lövetűek, ez viszont 6 lövetű. És azért, hogy a dob ne legyen vaskos, gyakorlatilag egy lekerekített 6 szög alakú a dob profilja. És a fegyver is, hiába van rozsdamentes acélból, relatíve könnyű, ugye double action only, újfajta dobnyitással, ami inkább a Rügeréhez hasonlít, mint egy Smith & Wessonhoz, kifejezetten jó sütéssel. És ami még egy nagyon hasznos dolog, hogy átlebb ugye ezeken a snubby revolvereken gagyik az irányzékok, mert csak bele van marva a dob tetejébe. Na most ezen ugye cserélhető a mi ez nézőke, és oldalba arrébb lehet tolni, és lenne újra megszorítani, de cserélhető a célgő is rajta.
ez egy rendkívül jó kompakt snappy. Igaz, hogy relatíve drága, tehát ez az a USA-ban is drágább, mint egy ennek megfelelő szészen lesz. De tényleg kompakt, jó a sütése, jó a fogása, gyönyörűen van elkészítve, abszolút vágyok rá. Yeah, it's just like I don't like it.